Jó estét kívánok, köszöntöm a Gyöngyösi Városi Televízió nézőit. Önök a Fórum című közéleti magazinműsorunkat látják, melynek első részében vendégünk dr. Zahár Gábor, toxikológus főorvos úr, akinek tisztelettel megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szép estét kívánok! Szép jó estét kívánok, én köszönöm a meghívást, hogy lehet egy kicsit beszélgetni erről a nagyon-nagyon furcsa világról, amiről azt gondoltuk, hogy nem is sejtettük, hogy ez be fog tulajdonképpen következni, hiszen ilyennel még nem álltunk szembe. Persze láttuk filmekbe, ilyen katasztrófafilm, vírus, stb., de ezt most itt nagyon-nagyon testközelből érezzük, és kérdés az, hogy tudunk-e ezzel az egész történettel mit csinálni, és ez most nem elsősorban orvos szakmai szempontból, hanem leginkább pszichés szempontból, hogy hogyan érinti ez az embereket, és szerintem ez ma borzasztóan fontos. Mert az, hogy hányan lesznek majd betegek, erre vannak különböző matematikai modellek, hányan fognak meghalni, igen, ezt el kell ismerni, szóval, hogy lesznek itt halálos áldozatok, és nem annyi, amennyi most, hanem akár ennek a többszöröse is bekövetkezhet, de hogy mondjuk ez a 9,7 millió országon belüli, vagy 15 millió magyar ezt az egészet pszichésen hogyan fogja tudni kezelni, ez szerintem egy borzasztó fontos kérdés. Igen, sajátos helyzetben vagyunk, minden téren kihat ez az életünkre, hétköznapi értelemben is és a munkavégzések területén is. Főorvos úr, akkor úgy építenénk fel a beszélgetésünket, hogy kezdjük egy helyzetelemzéssel. Most ugye április 21-ét írunk, kedden vagyunk. Miniszterelnök úr tette egy olyan bejelentést, hogy körülbelül május elejére várható a tetőzése ennek a járványnak, ugye ő látogatásokat tesz egészségügyi intézményekben is, és most akkor ezek szerint elindult fölfelé egy lineális grafikon, vagy egy sáv, mondhatjuk, hogy várhatóan elérkezünk a május elején ehhez, hogy tetőzik a járvány. Igen, erre jó esély van, ha bár én magam nem vagyok epidemiológus szakember, de így olvasva különböző szakirodalmakat, azért megnézve a szomszédos országoknak a statisztikai adatait, hogy hogyan indult be maga a történet, ugye ment, vendegélt, szépen emelkedett, ami tulajdonképpen jelentett napi nem olyan nagyon sok fertőzöttet, nem olyan nagyon sok súlyos beteget, nem olyan nagyon sok halottat, és most tudja, hogyha itt olvastuk itt az elmúlt napokban, például a halálos áldozatok száma is megnövekedett, és azt gondolom, ennek elsősorban az oka az, hogy a vírus bekerült az idősek otthonába, és Magyarországon több mint 1000 idősek otthona van, és ugye pont Tiszti főorvosasszony is nyilatkozta a televízióban, ha bár most ugye megy egy kis politikai csatározás, hogy most akkor volt orvos, nem volt orvos, ki vitte be, hogy vitte be, stb. Ez szerintem nem egy jó dolog, mert alapvetően a nyitott ablakon keresztül is, mondjuk egy pollennel, az utcán lévő emberek beszélgetéséből kijövő nyálcseppel is tulajdonképpen a vírus bevándorolhat. Ugye az ablakon szó szerint értve. És bizony az idősek otthonában lévő populáció, hát részben, ahogy a névéből is adódik, idős emberek, részben pedig egy csomó olyan sorszerű betegséggel is rendelkeznek, ami még inkább őket ilyen sérülékenyebbé teszi azáltal, hogy ezt a betegséget nem úgy fogják túlélni, már ha túlélik, hogy mit tudom, lesz egy-két kellemetlen nap lázzal, ízületi fájdalommal, kőgéssel, hanem alapvetően akár bele is halhatnak ebbe a történetbe. És ha megnézzük ugye a statisztikai adatokat, azért itt Európában is a halálozásoknak legalább 40-50% az idősek otthonának a lakói közül került ki. Szóval ez most beindult, és bizony magam is voltam nagy pénteken, akkor mentőztem ugye egy budapesti idősek otthonában, a Rózsa utcában, ahol így tényleg végigmenve a folyosókon benézve a szobákba, azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen nagyon-nagyon olyan letargikus érzés lett az emberen úrrá, hiszen úgy elképzelte az ember azt, hogy ennek a populációnak az 50%-a jó eséllyel meg fog halni ebbe a fertőzésbe. Magyarán szólva csupa idézelbe, tehát halálra ítélt látott az ember, és az ember végigmegy a halálsoron, ugye hát a síralomház, persze nagyon durva ez a hasonlat, azt kell, hogy mondjam, de ez olyan nagyon-nagyon megdöbbentő volt ez a dolog. Persze tavaly is volt influenza járvány, tavaly előtt is, az előtt is, ugye volt a H1N1 járvány, voltak az egyéb koronavírus járványok régebben, de ilyenfajta járvány azért itt még Európát soha nem érintette. Persze olvastunk az eboláról, olvastunk egy-két ilyen egzotikus történetről, ami mondjuk Afrikában zajlott, de hát az hál' Istennek nagyon messze volt tőlünk, most ez itt van test közelbe. Viszont visszatérve ugye a kérdésére, igen, emelkedő tendenciát mutat a betegeknek a száma. Ezt azt gondolom az egészségügyi intézmények talán most már egyre jobban felkészülve fogják tudni fogadni, és lehet, hogy nagyon-nagyon ellentmondásos volt ugye az a döntés, amit az elmúlt napokban volt, és elég sok vitát gerjesztett arról, hogy kórházi ágyak, és akkor igen, ezt akartam is 33 ezer, 36 ezer, vagy 40 ezer. Azt gondolom, hogy föl kell készülni. Szóval, hogy
Ezt egyik napról a másikra nem lehet megoldani. És azt kell, hogy mondjam, hogy a tervezés szempontjából mindig is a legrosszabbra kell fölkészülni, úgyhogy a legjobbra számítunk. Adja az ég, hogy ebből a 33 ezer ágyból csak 10 ezer legyen tele, és 23 ezer ágy az üres maradjon. Adja az ég, hogy a rendelkezésre álló lélegeztetőgép kapacitásból, ami most 2500 vagy 3000, de elképzelhető, hogy ez két héten belül mondjuk ennek a duplájára is megemelkedhet, a fele idézőben ne is legyen kicsomagolva ugyebár a zsírpapírból, hanem maradjon ott benne. De úgy gondolom, hogy maga a baj, a bombarobbanás az valójában bekövetkezhet, és ez alapvetően nem jó. Úgyhogy én magam azért ezzel a döntéssel egyet tudok érteni, abban ez nagyon érdekes következtetésekkel járhat. Mert hogyha egy csomó embert haza lehet küldeni ugyebár a kórházakból, és pont ma a hírekben hallottam, hogy a magyar kórházi ágyak 66%-os kihasználtsággal működnek, amiatt azért nem éppen a csúcson van ebből a szempontból. És akkor ez fölmeríthet majd egy olyan kérdés, aminek persze az elgondolkodása erről a témáról, meg a megoldása is majd még nagyon-nagyon messze van, úgy értem ezt, hogy a járvány lezajlása után, hogy olyan kell ennyi kórházi ágy. Vajon meg lehetne ezt oldani úgy, hogy például mondjuk egyre több egynapos műtétet végezzenek, hiszen például mondjuk Hollandiában a mandula műtéteknek több mint a kétharmadát egynapos sebészeti beavatkozásként végzik, Magyarországon ez 0%-os. Magyarán szólva ez is csökkenthetné ugye a kórházaknak terhelését, de hát egyelőre olyan a finanszírozási rendszer Magyarországon, hogy az az érdeke egy osztálynak, és persze az a finanszírozás ez most, ugye itt a járványhelyzetben ez tökéletesen felborul, ez most másról szól, de ilyen normál időszakban, hogy az érdek az, hogy a minimális ápolási napot eltöltse a beteg a kórházba, de maximálisat ne haladja meg, és akkor eközött lehet úgy játszani idézőjelbe a pontokkal, ugye a diagnózisokkal, a beavatkozásokkal, hogy a legjobb HB-sét lehessen kipréselni, ami a legjobb bevételt jelenti, ami talán a legkevesebb veszteséget fog jelenteni ugye egy kórház számára. Persze ettől még egy sürgősségi osztály, egy intenzív osztály, egy baleseti sebészet soha nem nagyon fog tudni úgy működni, hogy ez pozitív szaldójú lenne, és nagyon... Hát talán ilyen kicsit ironikusan mondtuk azt, hogy egy kórházat akkor lehet igazándiból jó haszonnal működtetni, hogyha működik benne mondjuk étkezde és mosoda. De kórház nem működjön benne, mert akkor az pozitív szaldóval járhat, mert az egészségügy az egy veszteséges történet, az egy ráfizetéses dolog. Hőorvos úr, említettük itt a helyzetelemzésben, hogy idős korosztály veszélyeztetett. Ugye nyilván ez a reális időpont is megemlítést nyert. De azért azt hangsúlyozzuk, hogy ez bárkire veszélyes. Tehát azért a hordozók, a fiatalok vegyék komolyabban ezt a történetet. Látunk azért néhány felelőtlen fiatalt utcán flangálni, csoportosulni. Hogyne, és ezért ez a Maradj Otthon kampánynak ennek óriási nagy jelentőség van, és azt gondolom, hogy hát ezt nap mint nap látjuk, hogy a tévében Györfi Pali barátom is ugye folyamatosan mondja az újabb és újabb igéket, és ugye akár rádiót hallgatunk, kereskedelmi rádiókat, vagy akár a Királyi tévéből is mindig valójában ez jön elő, és azt gondolom, ennek el kell jutni az emberek agyáig, és ezt fel kell nem fogni. Nem véletlen az ismétlés. Természetesen, hiszen ugye az életet mentet, és ennek van egy nagyon egyszerű matematikája. A kontaktjainknak a száma. És ugye itt nem arra gondolok, hogy kijövök az utcán, és akkor találkozom a szomszéddal, hello, odaintegetek neki, hanem az, akivel mondjuk akár ilyen vagy még közelebbi távolságból kommunikálok. És bizony azáltal, hogy mi itt beszélünk, és akit érdekel, ugye hát most már ugye az egyik hírportál is megjelent, de hogyha rámegyünk a New England Journal of Medicine-re, nek a honlapjára name.org, ami hát azért nem a Blick újság brit tudósok című történet, talán a világ egyik legnagyobb orvostudományos folyóirata, abban lehet látni egy nagyon érdekes cikket, ugye, hogy maszkkal és maszk nélkül mennyire idézelve köpjük tele a környezetünket. Ez egy nagyon egyszerű vizsgálat, ez tulajdonképpen arról szól, hogy lézerfényben valaki mond egy mondatot, egy kétszavas mondatot, be healthy, maradj egészséges. Ezt elmondja normál hangerővel, halkan és kiabálva, és ugyanezt ugye maszkba és maszk nélkül, és egy ilyen speciális fényképezési technikával lehet látni azt, hogy amikor mondjuk így beszélünk normálisan, akkor milyen mennyiségű nyálat köpünk ki, de hát ez nem a klasszikus köpést jelenti, hanem ahogy így beszélünk, természetesen ürül a szánkból nyál, és ürülnek a szánkból ugye a baktériumok, vírusok, stb. Minden, ami valójában bennünk van, és ezért például fontos lehet a masznak a viselése, és így saját magamat is azt kell, hogy mondjam, hogy meg kell ezügyben változtatni a véleményemet, mert én azt mondtam, hogy egészséges emberek nem kell maszkot hordani, de kell maszkot hordani. Pontosan emiatt, mert összeköpjük a világot, és ugye kezdődik az allergia szezon, egyre több
pollen repdesít körülöttünk, és a pollenek szárnyán is idézőjelbe el tud repülni a vírus. Bárki ezt be tudja lélegezni, és innentől kezdve ugye akár úgy is, hogy én most itt mondok valamit, és ez majd szépen itt mondjuk kirepül innen a stúdióból, és lehet, hogy itt egy szomszédos lakásban az általam kiköpött, már hogyha van bennem vírus, ugye oda berepülhet, és ott megfertőzhet tulajdonképpen valakit, aki akár ebbe az egész történetbe bele is hallhat. Szóval nagyon fontos a Maradj Otthon kampány, nagyon fontos, hogy legyünk felelősek saját magunkkal, és a környezetünkkel szemben is természetesen. És ugye hát azokat nem is nagyon tudom megérteni, akik ugye hát persze, jó, tegnap nem volt annyira jó idő, de mondjuk ma már megint jó idő van, a hétvégén egészen jó idő volt, és hát azért valljuk be őszintén, hogy az, aki mondjuk egy kertesházban lakik, mondjuk akár falun, vagy akár itt az önök városában is nagyon sok kertesház van, azért ki tud menni a saját kertjébe, de gondoljon bele a lakótelepen, ahol 60 négyzetméterre laknak együtt négyen, és azért ez egy nagyon-nagyon komoly megpróbáltatás, hogy ott bent ülök ugye a négy fal között, és úgyhogy nincsenek meg a távolságok, nem tudok elmenni a barátaimhoz, nem tudok elmenni dolgozni, és így tovább, és így tovább. Szóval ez a másik nagyon fontos dolog, amivel kezdtem is ugye a beszélgetést, hogy erre a lakosságot mentálisan is nagyon-nagyon komolyan fel kell készíteni, hiszen megnő a családi agresszióknak a száma 4-5-6 hét után, egy pici szikra elég ahhoz ugye a bezártság alapján, hogy akár robbanjon, és akár itt akár valami tetlegesség is megtörténjen. Nem beszélve arról, hogy itt a különböző függőségek elsősorban, vagy az alkohol, nem az online, hiszen az online világ most él, hiszen mindenki Skype-on, Zoom-mal kommunikál, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon helyes, hát ezeket a technikai dolgokat ugye erre találták ki ebben a szituációban, de például mondjuk az egy üveg rózé az kiválóan el tudja terelni a felhőt a fejem fölül, nem fogja elterelni, csak éppen, bocsánat, amit mondok, leszarom, hogy ott van aktuálisan az a felhő, csak aztán másnap is megiszom, harmadnap is megiszom, és gyönyörű szépen ez alatt a 2-3 hónap alatt bele lehet csusszanni mondjuk akár egy alkoholbetegségbe is. Nem beszélve, hogy a mozgáshiány, amúgy is Magyarország, hát, hogy is mondjam, csak picit elhízott, sőt, ugye a világligán 4. helyet értünk el, és a magyar lakosság 60%-a túlsúlyos, és a 60%-a pedig kifejezetten kövér, ami megint csak egy csomó betegséggel jár együtt, ami megint csak ugye a fertőzés kockázatát, rossz kimenetelét fogja tudni valójában erősíteni. És hát ilyenkor az ember otthon van, azért sokkal hajlamosabb arra, hogy na egy kicsit a fridzsi, na egy kicsit nasi, na egy kis üdítő, na még egy söröcske, stb. Stb. És bizony-bizony egy ilyen 3-4 hónapos karantén alatt ugye az ember szépen akár 4-5-6 kilót is nyugodt lélekkel föl tud szedni. És nem véletlen, hogy ő tiszti főorvos asszony is azt mondja, hogy igenis azért egy héten 3-4-szer az a 30 perc, egy óra mozgás, és itt most nem azt értem, hogy akkor gyerünk egy csúcsfutást gyorsan itt megcsinálni, és ez nem a teljesítmény javításokról és döngetésekről szól, hanem igenis menjenek el az emberek kocogni, egy órácskára menjenek is sétálni, de nem úgy, hogy együtt akkor 20-an, és így tovább, igen, ezt meg lehet egyedül is csinálni, persze csapatban jobb, ez természetes. De ilyenkor figyelembe kell venni azt is, hogy az egyéni lét, amikor betartom a távolságot, és jön velem szembe valaki, ezt kikerülöm, az gyakorlatilag életmentő lehet. Főorvos úr, említettük itt a mentális problémáknál a függőségek kialakulását, most az alkoholt konkrétan, de azért sokan nyúlnak sajnos nyugtatószerekhez is. Talán azért, hogy ne kelljen gondolkodni, jobban tudjon aludni, aztán egy, utána kettő. Azért ezekre is hívjuk fel a figyelmet, hogy igen. Talán erre is oda kell figyelni. Igen, ez kiváló megoldás, megint csak ugye a leszarom tabletta, ami alapvetően tényleg azt a felhőt így elfújja az ember feje fölül, na jó, de ez a felhő ez vissza fog jönni, amint elmúlt a gyógyszernek hatása. És ugye ezeknek a gyógyszereknek, ahogy ön is mondta, számolni kell ugye magához, a toleranciához, a hozzászokáshoz, amikor este még egy tabletta elég volt. Jó, hát ez már elég régen volt, most már 2 kell, nem, most már talán 3 kell, de azért már délután is beveszem, nagyon reggel is beveszem, mert akkor egy kicsit hiányállapotom van, és nem véletlen, hogy azért Magyarországon mondjuk olyan 130-150 ezerre becsüljük a nyugtatószer függőknek a számát, és ha mondjuk most itt előkapnánk dr. Google-it, és beírnánk azt, hogy tablettát vásárolnék, mondok egy hatóanyagot, alprazolám, akkor gyakorlatilag az első 10-15 szájt az nem a weborvos, nem a webbeteg, nem a különböző szakmai tanulmányokról szólna, hanem az, hogy tudom én ezt megvásárolni, úgyhogy nincsen receptem, és nem a patikába veszem meg, és gyakorlatilag akár már ma este is mondjuk itt a zsinagóga előtt megállna a lesétültetett üvegű Golf, ablak le,
pénz be, doboz ki, ablak fel, kocsi el. Tehát ezeknek a gyógyszereknek olyan 8-10%-os fekete piaci forgalmát becsüljük körülbelül, és bizony-bizony a visszaút az mindig-mindig sokkal nehezebb szokott lenni, ugye mert lefelé könnyebb menni, hát a fölfelé mászás az sokkal gázabb. Akkor adjunk néhány mentális tanácsot, kerülendőek ezek egyértelműek, aláhúzhatjuk vastagon. Mit tudunk tanácsolni az idős lakosoknak, akik egyedül vannak, akik ilyenre hajlamosak, mire figyeljenek? Hallottuk a mozgást, az egy kiváló dolog. A mozgás az egy nagyon egészséges fontos táplálkodás, folyadékfogyasztás, de mégis valahogy el kell viselnünk átmenetileg ezt a 2-3 hónapot. Igen, a kommunikáció, és a kommunikációban tényleg nagy segítséget nyújt egy mobiltelefon, ahol ma már ugye nem csak hanggal, hanem képpel és hanggal és egy számítógép. És azért valljuk be őszintén, hát én azért messze-messze nem az a generáció vagyok, amelyik mondjuk az online világban nőtt föl. Szóval én vérrel verejtékkel tanultam meg egy számítógépet kezelni, egy mobiltelefont használni, de azt gondolom, hogy ezt az idős ember is olyan szinten el tudja sajátítani, és ez mondom, nem egy olyan hihetetlen ördögőség, szóval nem egy ilyen rocket science kategóriába tartozik, hogy hogyan tud ő az unokájával beszélgetni úgy, hogy Skype-on, és lehet, hogy az unoka mondjuk két utcával lakik csak arrébb, ami hát nem egy távolság, de az is lehet, hogy a szomszéd kontinensen, szóval hogy ezt a kommunikációs lehetőséget mindenképpen használjuk ki. Nem beszélve arról, hogy ott vannak azok a lelki segélyszolgálatok, amelyek most is azért működnek, telefonos lelki segélyszolgálatok. Nem beszélve arról, hogy azért nem kevés pszichiátriai beteg van ma Magyarországon, és itt most nem a klasszikus nagy pszichiátriai kórképekre gondolok, aki akár most is benn van egy zárt osztályon a skizofréniája miatt, mert nem szedte a gyógyszereket, vagy dekompenzálódott, habár ez is ilyenkor itt elképzelhető, hanem itt a depressziós betegek, a magány, az egyedüllét, ezt nagyon-nagyon tudja tulajdonképpen erősíteni, és igenis ezeket a lelki segélyszolgálatoknak az elérhetőségét, és lehet, hogy ebbe talán önök is tudnak segíteni, úgy a televízióban, vagy a környéken elérhetőeket ugye reklámozzák, és ez nem egy olyan fajta reklám, mint így amikor van. Valami üdítőitalt, chipset, mit tudom én, bármilyen egyéb boltot reklámoznak, hanem egy teljesen azt hiszem, hogy közszolgálati alapon működő történet, hogy milyen elérhetőségek vannak, mert elég sok ilyen lelki egészség, vagy lelki elsősegély szolgálaton, és egy kedves jó, még középiskolai ismerősöm, ugye Tarianna Mária, a zseniális pszichiáter is, ugye hát most nincsen nála se egyetem, se előadások, se ilyen egyéni terápiák, ő maga is ugye elment társadalmi munkába dolgozni egy ilyen lelki elsősegély szolgálathoz, és igenis ezeket ki kell használni, hogy ezekkel beszéljünk, kommunikáljunk, mert ez nagyon-nagyon fontos lehet, mert az egyedül létet, akár egy-két jó mondat, jó mozdulat tulajdonképpen elütheti, nem beszélve arról, hogy az idős szomszédokról a gondoskodás, az, hogy fölhívjuk a szomszédén, hogy kell-e valami, elmegyek helyette a boltba, veszek neki, nekem is jól esik, neki meg fantasztikus, és nem kell bemenni hozzá a lakásba, dehogy is, hát nekem is a feleségem csinál ilyen önkéntes munkát ott, ahol lakunk, ugye megkapja telefonon a rendelést, elmegy a boltba, megveszi, oda megy, oda telefonál, a néni bácsi kirakja a kis kosárkában a pénzt, ő lerakja ugye az árut, és gyakorlatilag tulajdonképpen ugye ő is boldog, hiszen ő is most ugye home office-on van, ugye ő egy gyógyszerész lány, aki egy multicégnek a marketing főnöke, de hát most ez annyira nem dübörög valójában ugye ez a történet, és hát az idős is örül neki, hogy ugye bevásárolnak, és nagyon sok ilyen kezdeményezés van. Azt hiszem a különböző kisebb és nagyobb településeken, nem tudom, hogy önöknél ez itt a városban mennyire működik, esetleg ha jön polgármester úr itt ugye utánam következő vendégként, akkor erre akár konkrétan így rá is lehet kérdezni, de szerintem ez borzasztó. Borzasztó fontos dolog, és az ember lelkének is azért. Már saját magunknak is tulajdonképpen, hogy tettem valamit az én lehetőségeimen belül is. Hát a mi munkánk az meg zajlik, szóval megmondom önnek őszintén, az én életem annyiban annyira nem változott, nem változott meg. Picivel többet lehet most tulajdonképpen dolgozni. Szóval engem ez az otthonlét című bent ülök a négy fal között, ugye hát én 60 éves vagyok, ugye lassan csúszom bele a veszélyeztetett korba. Annyira azért nem fenyeget, mert ugye amellett, hogy a 60-i korán sürgősségi osztályon olyan 200 óra körül dolgozgatom egy hónapban. Még otthon ugye az országos mentőszolgálat, ugye a központi rohamcsoportnál általában 4-5-24 órát még pluszba vonulok, úgyhogy időnként örülök annak, hogy egy kicsit hazamegyek, és mondjuk egy napig, hála az égnek, azon kívül, hogy elmegyek futni, nem kell sehova se az ég jött a világon kimozdulnom. És ez nekem jó, de hát azt gondolom ebből a szempontból mi egészségügyi dolgozók most nagyon-nagyon más helyzetben vagyunk. Főorvos úr, beszéljünk arról is, hogy mi várható. Beszéltünk a jelenről, a múltról. Egy kicsit most, hogy mi várható a folyamat? Mikorra csenkhet le annyira, hogy valami részleges felszabadítás esetleg várható?
Biztos, hogy a felszabadítás az nem úgy fog megtörténni, hogy akkor ugye valaki tapsol egyet, és akkor hirtelen kipattannak az üzletek ajtai, beindulnak a fesztiválok, stb. Ez még egy 3 hónapot biztos érinteni fog bennünket. És az, amit ugye miniszterelnök úr is mondott, hogy május elejére fog tetőzni a járvány, az nem azt jelenti, hogy akkor tetőzik, és akkor már május 4-től már, mint ugye a hullámvasút, ugye kapaszkodunk föl rajta, majd hirtelen alászállunk, nem, itt az alászállás sokkal lassúbb lesz. És valójában az a cél, hogy az a cél lebeghet előttünk, hogy az egészségügyi ellátórendszer kapacitását ne haladja meg a betegeknek a száma. Mert az egy hihetetlen komoly etikai döntés, és pont ugye itt a Magyar Orvosi Kamara is próbál valamilyen segítséget adni ez ügyben az orvosoknak, hogy ne jussunk el tényleg odáig, hogy van 4 azonos esélyű beteg, és egy lélegeztetőgép, és választani kell. Ugye Amerikában ez problémaként előjött, úgyhogy megint csak hivatkozni kell a New England Journal of Medicine című idézőjelben nem kifejezetten bulvár újságra, hogy ott például egy olyan borzasztó döntéshozatali algoritmust építettek be, nagyon egyszerű, ez a lottery technik, a lottó technik, hogy a számítógép a 4 névből egyet kidob, véletlenszerűen. És nem az van, hogy az orvosnak ugye egyszerűen kimehetsz, holnap után bejöhetsz alapon, vagy kalapból kiúzom a nevet, kell tulajdonképpen dönteni, és akkor az a 3 beteg, aki nem jut lélegeztetőgéphez, az sajnos egy eléggé egyirányú utcába fog tudni egy ilyen szituációba eljönni, de a 4. az megmenekülhet. És ez az, amiért nem kellene elérnünk, hogy meghaladja a betegek száma az egészségügyi ellátórendszer kapacitását, és ezért volt fontos ugye az a döntés, hogy legyen meg ez a 30, 33, 35, 38 ezer üres ágy, hogy ne arról szóljon a dolog, hogy na akkor most holnapra megint kapkodva valamit hova tegyük, hova küldjük, és biztos, hogy vannak ebbe problémák, biztos, hogy került haza olyan beteg, akit azért nem jó szívvel engedett haza az egészségügyi ellátórendszer, vagy pedig már nem az egészségügy, hanem a szociális ellátórendszerben lenne tulajdonképpen ezeknek az embereknek a helye. De azt gondolom, hogy ez azért, hogy erről már beszéltem, ez egy figyelemfelhívó lehet, hogy nem biztos, hogy Magyarországon ennyi ágyra tulajdonképpen szükség van, de a legrosszabbra kell fölkészülnünk, úgyhogy a legjobbra számítunk. Itt nem tudunk számokat mondani, mert az amerikaiak azok számoltak, azok mindent kiszámoltak, ők azt mondták, hogy a legrosszabb esetben majd 2 millió haláleset lesz az Egyesült Államokban. A legjobb esetben ennek nagyjából a 10%-a. De valahol a kettő közé kell ugye ezt az egész történetet tulajdonképpen belőni. És hát ugye itt Magyarország meg nem úgy működik, hogy hát akkor ők ugye vannak mondjuk 320-330 millióan, akkor ezt osszuk el 33-mal, és akkor itt kijövünk. Mert ugye a mi intézkedéseink azok sokkal hamarabb történtek meg, pont a Maradj Otthon kampány, a hétvége, húsvét, alapvetően. Ugye a görbét lenyomjuk, igen, elnyúlik, de alapvetően azért fontos, hogy a görbét le tudjuk nyomni, hogy egyre kevesebb család legyen az, aki tulajdonképpen majd gyászolja a hozzátartozóit, akik ugye ebben a járványban ugye meghaltak sajnálatos módon. Hörvos úr, egy picikét, vagy talán komolyan egy pozitív felütéssel fejezzük be a beszélgetést, bár elhallgatnánk Önt még jó darabig, de sajnos a műsoridőnk végére járunk. Adjunk egy csomagot a tévénézőknek. Mi az az egységcsomag, amelyet mindannyian jó, ha betartunk, tudom, unos, untalan hallják, de nem baj az, ha még egyszer foglaljuk össze. Igen, ennek önnek teljesen igaza van, hogy ezeket nem lehet elégszer elmondani, mert lehet, hogy most akkor még ezt 2-vel több ember meghallja, és talán betartja. Az egyik, ha maradjunk otthon. A másik az, hogy viseljünk maszkot, hogyha elhagyjuk a lakást. Ez tényleg fontos. Ugye ezek a papírsebészi maszkok, ezek tök jók, de ne felejtsük el, ez nem arról szól, hogy egyszer fölraktam, és akkor járvány ideig végig hordani tudom, hiszen ezt teleköpjük. És utána ezt ugye veszélyes hulladékként kéne kezelni, vagy úgy, hogy dupla nylon zacskóba berakva, amikor összegyűlök 3-4-5 ilyen maszk, akkor ezt leadjuk mondjuk egy gyógyszertárba, vagy a kórház sürgősségi osztályán, vagy pedig otthon beledobjuk egy badellába, és egész egyszerűen elégetjük ezeket a maszkokat, hiszen abban biztos, hogy a vírus tulajdonképpen bele fog pusztulni. Úgyhogy ezt egy lényeges dolognak tartom, ugye a kontaktjaink számát lehetőleg nagyon-nagyon le kell tulajdonképpen csökkenteni, figyeljünk oda saját magunkra, ugye a fizikális állapotunkra. Az, hogy most itt fölmerült, ugye ez a C-vitamin, D-vitamin, szedjünk-e, ne szedjünk, én úgy gondolom, hogy abszolút evidencia egyikről sincsen, de az biztos, hogy mondjuk egy normális vitaminellátottság az emberi immunrendszerének pozitív irányba való hatásáról szól alapvetően. De ez nem azt jelenti, hogy akkor naponta együnk meg mondjuk 20 kg C-vitamint és 40 dek a D-vitamint is kanalazzunk be hozzá, mert azért ezek okozhatnak tulajdonképpen problémát. A normál vitaminbevitel az alapvetően elegendő. Figyeljünk oda, hogy a testmozgásra ne hízzunk meg,
azért, mert otthon vagyunk, és tulajdonképpen csak üldögélünk, és sokkal kevesebbet mozgunk, és megint csak ugye a saját mentális egészségünkre, hogy használjuk ki a lehetőséget az online világ kommunikációjára, hogy kommunikáljunk az online világgal, emberekkel, barátainkkal, hívjuk föl akár olyan ismerőseinket is, akikkel viszonylag régebb óta nem beszéltünk, most talán több időnk van, nekik is jól esik, nekünk is jól esik, az idősekre nagyon figyeljünk oda, segítsük őket, és még egyszer visszakanyarodva, és talán keretbe foglalva ezt a történetet. Maradjunk otthon, mert ez most életet menthet. Köszönöm szépen, főorvos úr, ez egy jó végszó volt, és kívánunk önnek is minden jót. Munkájában, egészségében, és köszönöm, hogy elfogadta meg kívánni. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm. Kedves nézőink, önök az elmúlt percekben dr. Zahár Gábor toxikológus főorvost hallották, jó tanácsadagokkal is, fogadják meg, vigyázzanak egymásra és önmagukra is, maradjanak velünk, rövidesen folytatjuk.